Szevasztok, hé! Régóta terveztem már egy beszélgetés Sényei Lászlóval, aki a magyar MMA egyik nagy-nagy ígérete, viszont 2016 óta nem láthattuk őt Ketrecben MMA mérkőzésen. Ez most megváltozik, ugyanis október 26-án Győrben a Cage Fighting 7 gálán ismét. A Ketrecbe lép Sényei László, előbeszélgettem Lackóval, mi történt vele az elmúlt 3 évben, mikor is inaktív volt ebben a szabályrendszerben, és mit vár a Cage Fighting 7 mérkőzésén Győrben. Ez jön most a legújabb Blackfist epizódban. Kicsit megakadt, annyi volt. Igen. Megnézem, hogy milyen a hang, meg a kép így, jó? Hogy nehogy dumálunk, aztán nem használható az anyag. De a lényeg ennek a beszélgetésnek annyi lenne, hogy október 26-án az mennyi, még 2 hét lesz Győrben a Cage Fighting 7 nevű rendezvény, MMA rendezvény, ami hát az elmúlt évek tekintetében az egyik legnagyobb ilyen típusú rendezvénynek tekintető Magyarországon, és ráadásul nem Budapesten, hanem Győrben, és hát nagyszerű kárdot trombitált össze itt Veszeli Tomi szervező, és te is az induló között vagy ezen a kárdon, és hát lényegében erről szeretnék beszélni, hogy mi ez a Cage Fighting 7, mi az, hogy Sényei Lackó rajta van, főleg azoknak információk, akik még nem ismernének téged, és azoknak, akik ismernek és tudják, hogy most azért jó pár év kimaradt, és idén kezdtél újra benézni itt a Ketrecbe, meg a szorítóba. Szóval nagyjából ez lenne a gondolatmenetem, hogy erről dumálhatnánk. Mit szólsz hozzá? Szuper, szuper, figyelj, hát üdvözlök mindenkit, aki nézi majd ezt a kis videót. Ugye először is magamról. Sényei László vagyok, és 3 éve hát eltűntem így a porondról. Ez köszönhető annak, hogy elkezdtem dolgozni, utána pedig kajakra végigment rajtam ilyen brutális sérülés hullám, ami hát félig meddig ilyen lelki eredetű volt, mert ugye én 2016 márciusában, amikor utoljára mérkőztem, akkor ez a Final Fight Championship-nek volt a címmérkőzés, amit megnyertem, és így utána ott egy kicsit így a rossz menedzselésnek elakadt. Menedzselésnek köszönhetően így elakadt így a továbbjutás. Volt ilyen amerikai mérkőzés lehetőség, amiben nem voltak olyan jók a feltételek. Tehát az, hogy menjünk ki szerdán, csütörtökön mérjünk, pénteken meccseljünk, az nekem úgy félelmetes volt egy hetes fogyasztással egybekötve. Ez az FFC-nek lett volna még a floridai eleje, ugye? Vagy nem is tudom, ott a környéken. Volt nekik akkoriban 2 egymás után, akkor vetették meg a lábukat a tengeren túl. Most is elvileg Las Vegasba nyomulnak. Akkor Springfieldben volt az egyik, a másikat nem tudom pontosan. De az volt így a debütálás így a szervezetnek. Egyébként azóta szerintem tök elhanyagolható szervezet, szóval nem releváns. Akkoriban 2016-ban ugye viszonylag sok magyar srác szerencsét próbált ott. Azt hiszem, akik nyertek, azok rajtam kívül ugye a Halmi Viktor, persze Boricsádi, és ott nyomult meg Kis Balázs. Most bocs, ha valakit kihagyok, és ott sikeresen. Én is rájuk emlékszem. Ja. Azt hiszem, így voltunk. Még a Káposzta volt még, nem? Ne is újba talán meccset. Igen, de ő a Futures-be. Futures. Az ilyen, végül is mondhatjuk, igen, azt ő megnyerte, az ilyen tournament volt, ilyen kevés serdogosoknak, vagy hogy mondjam, ilyen debütáló profiknak ment az. De ja, nehéz súlyba ő is nyert ott. Így van. A Viktor volt a könnyű súlyba bajnok, te meg a váltó súlyba, tehát egyszerre 2 magyar bajnok volt a szervezetnek. Igen. Hát átfedésben nem voltunk sajnos, mert akkor vesztett el, amikor én megnyertem. Ja, bocs, ez tényleg. Ez ilyen sajnálatos dolog volt, de így alakult. Szóval, hogy akkor voltál, bocs, mennyi idős? 16-ban? Fú, most itt matekozunk is. Mennyi voltam? 24. Igen. 24. Igen, 3 éve volt, most mondjuk 27. Tök fiatalon egy egész patinás európai szervezetnél bajnoki cím volt a derekadon, és aztán jött ez a megakadás. Igen, és ami az érdekesség, hogy igazából így
szerintem, ami nekem hiányzott, amit most érzek jónak, hogy én most idén csatlakoztam a Budapest Top Team csapathoz, Rendes Feri irányítja a felkészülésünket, és nekem az hiányzott szerintem egész életemben, hogy így lenne egy olyan idősebb edzőm, aki csak, tehát aki nem versenyző, hanem csak azzal foglalkozik, hogy igen, szóval, hogy azt akartam ezzel kifejezni, hogy akkoriban is probléma volt, hogy ugye mi ketten Viktorral csináltuk ezt végig, kőkemények voltunk, mert mind a kettőnknek szüksége lett volna igazából egy edzőre. Próbálkoztunk itt a Goran Babiccsal, horvát úriember, nagyon csípem őt azóta is, de azt nem lehet összehozni, hogy Horvátországból irányítsa valaki a felkészülésünket, de tényleg azt hiányzott mind a kettőnknek szerintem, hogy így lenne egy olyan ember fölöttünk, aki azzal kell, azzal fekszik, hogy akkor mi jobb teljesítmény nyújtsunk és nyerjünk. És igazából ez egy kicsit el is csábított így akkor az ökölvívás irányába, amiben tudtam, hogy nem lesznek már így nagy dolgok, tehát nekem az MMA az, amiben így ha esetleg tudok valamit alkotni, akkor ott. De ott volt olyan, aki csak azért volt, hogy ő csak edző, és az nekem tetszett, és én akkor arra még nem is jöttem rá. Úgyhogy kicsit elmentem abba az irányba, mert ugye egy kicsit csalódtam is így az MMA-ba, hogy így az FFT nem adott így bajnokhoz méltó lehetőségeket, hanem továbbra is én csak a külföldi srác voltam, aki megnyerte náluk a saját emberük elől a bajnoki címet. Na mindegy, ez így egy kicsit így eltelt egy kis idő, ez ilyen lelkis dolog volt, aztán amikor beindítottam volna újra, éreztem, hogy azért ezt nem akarom így abba hagyni, meg azért 8-0-át így összeverekedtem magamnak, így nehogy már így eltűnjek, meg ilyesmi. Akkor először volt egy meniszkus sérülésem, bal térdemet műtötték, utána pedig volt egy keresztszalag szakadásom, és egy boka műtétem is. Tehát a bal térdemet kétszer, a jobb bokámat pedig egyszer műtötték, szóval ez ilyen kicsit ilyen pszichoszomatikus sztori, hogy így, tehát így biztos így ennek így volt így ok, hogy lesérültem. Tehát, hogy úgy értem, hogy az, amikor így tényleg így nem, tehát így a démonjaimmal küzdöttem, hogy akkor most legyen, csináljam, ne csináljam, és amikor elszakadt a térnem, akkor azt mondtam, hogy jó, ennek így kellett lenni, akkor hagyom az egész a francba, de hát aztán csak nem hagyja a gondolat nyugodni, hogy azért ne így, és igazából, hogy én mindig is így ezt folytatni akartam legbelül, és most így jól érzem magam, mert olyan csapathoz tartozom, meg olyan sparring partnereim vannak, ahol így hát úgy érzem, hogy most azt hogy mondjam, ki tudok teljesedni, vagy hogy tovább tudok lépni, vagy hogy így van összeáll így a kép. Szóval most ezek a dolgok azok, amik így tökre motiváltak, hogy akkor most akkor, ha valamikor, akkor most ez az a lehetőség az, akkor meg kell ragadni az alkalmat, és akkor szépen felmérjük, hogy mit tudok. És ez tök jó, hogy igazából ugye a Roland lesz az ellenfelem, mert tehát hogy nem olyat hoznak nekem 3 év után visszatérésre, aki egy fekvő ember, hanem ő neki azért jó a rekordja, és nem szabad félváról venni. És ez nekem is segített, hogy tényleg a felkészülésemet úgy nyomjam végig, hogy mondjuk ez életem meccse. És ezt úgy érzem, hogy most még van két hét, és a munka nagy része már megvan, és tényleg nagyon jó formában vagyok. Nagyon jól érzem magam. Meg ezeket, amiket most elmondta, hogy tökre át tudom érezni már csak azért is, mert hogyha nézem az Instádat, vagy a Facebookodat, amikor kiposztolod a képeket, akkor ez visszajön, amiket mondtál az edzőpartnerekről, meg az edzői munkáról, mert tök jó hangulat is visszajön, meg azok a srácok, akiket látok ott, azok tényleg jó minőségi partnerek készülni is, meg gondolom egymás segítitek. Persze, nevezzük is meg őket, nehogy aztán itt teljeség igénye nélkül, aztán az lenne. Szóval, hogy ott van, akikkel én készülök a Budapest Top Teambe, a Zetel Akilali, mindig segít, bármi van, ha van meccse, ha nem, ő éles, ő ott van, ő fel kell azért, hogy velem edzen, jön és csináljuk mindig. Ott van a Máté, aki ugye az oktogonba bunyózik, és... Kertész Máté, igen. Kertész Máté, bocsánat, igen, tehát nem csak annyit mondtam, Máté.
iszonyat éles, nagyon kemények vele a sparringok, mindig jön sparringon, ő is ilyen tehát így nagyon rá van fókuszálva így a dologra, tök jó így vele nyomni, vele is. Horváth Ádi, aki még állandó sparring partnerem, szintén, ő jitsuba nagyon képzett, magasabb, mint én, tök jó, hogy ilyen változatos stílusú és adottságokkal rendelkező srácokkal tudok sparringolni. És most már ott van a Gergőke is, Csibi Geri, aki igazából fölnőtt ahhoz a feladathoz, hogy velünk sparringoljon, és már ő se olyan menet nekem, hogy pihenek rajta, hanem vigyázni kell a bombáira, mert aztán kicsit az ember lazában veszi, mert majd készül a következő menetre a Lajos ellen, akkor izé a Gergőke is át tud ütni rendesen a fedezéken, úgyhogy vannak ők, most szombaton jönnek a Hoz Csabáék, Dolog Gyuri, és tényleg mindenki, aki Magyarországon Kálutz Martinnal is tök sok aszpart voltunk, följött, és tök jó, hogy így úgymond összefogtunk, hogy igazából itt mindenki külföldi ellenfele lesz, és akkor itt ne kis szemétdombon mi kakaskodjunk egymással, hanem segítsük egymás felkészülését. Úgyhogy nagyon jó minőségű sparring partnerek vannak, amit így nagyon köszönök nekik, hogy így ők is így jobbá tettek emiatt engem. Aztán nehogy valakit kihagyjak azért, bocsi. Említetted ezeket a srácokat, akik együtt készülsz, tök sokan fognak a Cage Fighting héten bunyózni is az edzőpartnereid közül, a Csibi Gergő is, akit utoljára mondtál, a Jóton Kárucz Martin is jön majd, a Lajos időközben szerintem kiesett, a Jóton ő nem fog. Igen, talán. Én legfrissebb értesüléseim szerint igen, nincs rajta a kárdon. Viszont Fábián Melinda is ott van, a hölgytáborból, aki korábban a UFC-ben volt, és akkor most a UFC után láthatjuk, hogy Győrben ismét. Igen, nagyon szuper lesz. Ugye, Melcsi is nagy durranás lesz ott, meg ugye a Bookinger Iván. Yeah. Most azért nekem a kettő között azért érdekesebb az Iván, mert ugye a Melcsi már az edzőtársam is, ugye minden nap találkozunk, együtt edzünk, stb. És ugyanúgy őt is így megszoktam a csapatban, nyilván ő azért nem velem készül, de például az Iván az tök durva, 2010-ben bunyózott utoljára Magyarországon, aztán a Páhungár, vagy valami ilyesmi voltam, amin pont kint is voltam még ilyen kisgyerekként, aztán tök durva, hogy ő lesz a főmeccs. Előtte meg egy UFC veterán harcos nő, úgyhogy előttük meg én, szóval ez tök jó, tök nagy gála így magyar szinten. És most nem fogom elkezdeni mondani, hogy így Magyarországon az MMA, mert úgy, mert kaptam visszajelzéseket, hogy de igenis, mi tesztük a dolgunkat, így magyar szövetségektől hallottam, hogy ne, miért mondunk mi rosszakat a magyar MMA-ra. Most én nem akarom, tényleg én nagyon szeretem ezt a sportot, szeretem a hazámat is, de nem csak így azért, tehát az is jelent valamit, hogy még az Ivánt is megkérdezted, ugye néztem, hogy beszélgettek, meg így te is valószínűleg ezen a véleményen vagy, hogy azért ezt a gálát lehet úgy promotálni, hogy ez egy ilyen az magyar MMA-nak a felvirágoztatására. Ez egy jó lehetőség, mert basszus, nézzünk körül, hogy itt van Szlovákia, Csehország, horvátoknál is UFC bunyósok vannak ott, van saját ugye a szerbeknél is, vagy van saját olyan szervezetük, ahogy nézzük meg az Oktagon például, vagy lengyeleknél, KSV, úristen, de még Romániában is, tehát sokkal jobb a helyzet, és azért Magyarországon nagyon régen, még ugye a cirkuszban is voltak MMA gálák, tehát jól indult ez a sztori, és valahol nagyon, nagyon félre siklott, szóval tehát bocsánat azért, ha valaki ezen megsértődik, hogy mi folyamatosan azt ajkózzuk, hogy Magyarországon az MMA az nem egy jó helyzetben van, meg mostuhák a körülmények, de hát azok, hát itt most sokáig az volt, hogy magyarokat külföldre gálára csak fekvénni próbáltak vinni, aztán, hogyha nem úgy alakult, abból jöttek ki az olyanok, mint mondjuk én, mert ugye engem is mondták. Szóval nagyon jó lesz, hogy végre itthon egy ilyen nagyon erős gálát így összeraktak, még ha a szlovákiai szervezet, akkor is. És én nagyon szeretném, hogy azért több magyar legyen ott, mint Szlovákiából érkező ember. Tehát nyilván Felvidék is azért inkább magyar ajkúak, tehát hogy azért
legyünk ott. Engem is megtaláltok ezzel a véleménnyel, vagy kérdés, hogy miért beszélünk azt, hogy a magyar MMA rossz helyzetben van, és hogy miért ettől az gálától várjuk, hogy ettől a szervezettől azt, hogy jobb legyen a helyzet. Egy kicsit most, hogyha nézik azok ezt a videót, fordítsuk meg ezt a szemléletmódot. Lehet, hogy vannak Magyarországon MMA szabályrendszerű rendezvények. Viszont szerintem egy szó fontos most, nevezzük azt, hogy kiszámíthatóság, vagy rendszeresség. A Cage Fighting szervezet a szlovákiai Komárnóban negyed évente az elmúlt legalább 3 évben folyamatosan rendezett gálát, a saját kereteihez, meg lehetőségeihez mértem, és most jutott el arra a pontra, hogy ha jól tudom, előzőleg Érsekújváron voltak, és most átjönnek Győrbe. Tehát van egy életútja ennek a szervezetnek, amit mondjuk az elmúlt pár évben a HFC, vagy Premium MMA Fight League, vagy nem tudom milyen néven lehet őket most már említeni, ők is ezt próbálták, és ők is ezt képviselték, csak volt egy bizonyos pont, ami után nem tudták folytatni. Azóta meg vannak különböző városokban, a Robiék is most csinálnak, majd Szegeden, meg egy Győrben, és a Kokó is próbálta ezeket, meg vannak amatőr liga égisz alatti rendezvények, de nincs kiszámíthatóság, nincs rendszeresség, és ez az, amit a Cage Fighting Szlovákiában tudott, és véletlenül akkor Magyarországon is sikere lesz, és tudja ezt majd. Ez az én nézőpontom. Abszolút egyetértek, hozzátenném azt, hogy szerintem amikor az ember sokat akar markolni, akkor keveset fog. És én például mondjuk a HFC-nél annó ezt láttam, hogy ez volt így kb. Így, amit így meg lehetett figyelni. A Cage Fighting először Komárnónál pedig az, hogy megtöltötték először az 1000 fő stadiont, utána ezt így fenntartották, ezt a trendet, és amikor tényleg úgy érezték, hogy akkor kinőtték, akkor mentek Érsekújvára. Ott is hoztak egy nagyon jó gálát, és most a Tommy egy nagyot akar dobni azzal, ráadásul, hogy Győrben, ami amúgy igazából tök jó lokáció, mert ugye a szlovákokhoz is tök közel van, még Pesttől sincs annyira távol, és most oda akar tető alá hozni egy teltházas gálát, ami hogyha jól sikerül, akkor ez egy 5000 ember, és bízunk benne, hogy összejön. És ez az egyik dolog, a másik meg az, hogy szerintem Szlovákiában is igazából, most ezt nem tudom így jól, nem látom át, de azért ott a tévé nagyon hozzásegíti azt, hogy jó az MMA-nak a megítélése, és minden ember pozitívan gondol rá. Még Magyarországon ilyen bulvár szennylapokban csak akkor hallasz az MMA-ról, hogy adott esetben gyerekeket verekedtetnek ketret harcra, meg ilyen baromságok, és így ezáltal így tökre gyerek a száják. Mert tényleg az tévés dolgoknak van szerintem a legnagyobb ereje, hogy így eljusson mindenki ez a dolog, és lássák, hogy itt nem az van, hogy barbárok összeverekednek szabályok nélkül, hanem így azért emögött komoly munka van, és lemondás, és minden egyéb, ami. Igen. Hát itt a tévének is nyitottnak kell erre lenni, bármelyik tévéről is van szó, meg egy olyan produkciót kell összehozni, ami tévé kompatibilis minőségében. Ugye mondtad a szlovákokat ott az oktagonnál, egyrészt az oktagonnak a tulajának van közvetlen bejárása vagy részesedése talán az egyik kereskedelmi tévében, de ők ténylegesen olyan valóságsót osztak össze, még azzal indították az oktagon, nem tudom, láttad-e vagy hallottál róla. Ami, igen, valóságsorot hallottam, nem láttam, de tudom, hogy ez így. Ami megismertette először a srácokat, mint karaktereket, és utána rájuk épült maga a rendezvénysorozat, és szerintem zseniálisan megcsinálták, amihez mi most tényleg messze vagyunk. Ahhoz a népszerűséghez és nézettséget, ami Szlovákiában tud generálni az MMA. Félelmetes. Persze, ez nagyon durva. És nem azt mondom, hogy rögtön így ez, hogy akkor egyből menjünk, és akkor csináljuk, másoljuk le, csináljuk mi is ezt. De például egy nyitó lépésnek egy jó promóció erre a rendezvényre, hogy eljusson sok emberhez, és hogy tényleg sokan jöjjenek el, és nézzék meg, és mindenki jó szájízzel is távozzon, hogy várja a következő gálát, és hogy ne az olyan, hogy itt voltunk, megnéztük a saját barátunkat, és akkor hello, vége, majd lehet jövőre egy, azt megint megnézzük, már fel annyian, két év múlva meg már nem jönne el senki. Szóval, hogy amit te is mondasz, hogy ilyen rendszeresség, vagy valamilyen felépített struktúra mögötte lenne, az így sokat hozzátett. Nekem szívügyem úgy is az MMA, hogyha mondjuk én adott esetben nem indulnék most, tehát akkor is szívügyem lenne, mert én abban nőttem fel, hogy nekem az világ életemben a legnagyobb szerelem is, és tök jó lenne, hogyha Magyarország nem egy ilyen zsákutca lenne. Ez milyen szomorú már egyébként. Boricz Ádám az egyetlen név, amit szerintem Magyarországon ismernek, hogy MMA és magyar
ha mainstreamre tekintem. Igen, mondjuk ez jó dolog. Tehát nem tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de lehet. Val Ádi megnyeri ezt a tournamentet, hát így megfogja, akkor és mondjuk egy kicsit így itthonra visszahelyezi így a székhelyét, akkor így tök sokat tudna segíteni abba így az MMA-nak, meg ugye neki is szívügy a sport, tehát ő is ezt így tenné, hogy így média megjelenéssel jó megítélése lenne az embereknek pont miatt, hogy látják, hogy ez az ilyen kis vagány kölyök, aki igazából nem szállt el magától, és nem csak McGregor sémára lehet tolni a dolgokat, hanem tényleg ő így a semmiből úgymond, egy kis faluból az álmait megvalósította, és Madison Square Garden és társai, és akkor ez is ilyen, ez lehet, hogy tök sokat így lendítene a dolgon. Meglátjuk. Hát bízunk benne, hogy azért a jövő az pozitív változásokat fog hozni. Vissza te változásot hozott a életedben, hogy idén már volt egy mérkőzésed, ha jól tudom, amikor is visszatértél most a bunyóhoz. Ez most volt tavasszal? Akkor a nyáron? Mikor is volt? Nem, nyár végén volt, augusztus 20. Az olyan messzinek tűnik, az most volt? Bakker. Igen, most volt a Tatabányán, a Megatech kupán. Ja, igen. Kickbox vagy K1 meccset, akinek hogy fekszik jobban. Az ilyen, én voltam a beugró, kis Bazsi barátom műtétje miatt nem tudta vállalni a meccset, de volt egyébként még rá, azt hiszem 3 vagy 4 hetem, hogy felkészüljek, tehát azért nem volt olyan késő, és nem, akkor már le volt beszélve ez a mérkőzés, a október 26. Mm. 3 éve nem léptem így kötelek közé, gondoltam, egy ilyen ringrosda lerázásnak mindenképp jó. Tehát, hogy már maga végigmenni ott a locker roomba, tudod, ott bebandázsolnak, akkor érzed a tájkrém szagot, akkor ott úgy fókuszálsz, tudod, így átveszed az egész dolgot, és amikor hívnak, tudod, így a bemenetel a legnehezebb, hogy így oda eljuss, hogy ott vagy. Onnan már mindegy, amikor már gong megszólalt, akkor már bunyó van, akkor már nem számít. Hogy oda eljuss, az így tök jó volt ezt, hogy így újra így átéljem, úgymond nem éles helyzetbe, mert nekem a kickbox mérkőzés az annyit nem számít, mint egy MMA. És hát nem tudtam, hogy mire számít csak, de úgy, amit így ki tudok emelni, hogy nem voltunk egy szinten az ellenfelemmel, szóval nem akarom így magam piedesztrára emelni azért, hogy én most hú, de megvertem, és hogy de ügyes vagyok, mert más szintet képviseltünk, de amit így pozitívan kiemelnék, hogy így az edzői utasításokat így kívülről, hogy hallottam, meg hogy voltam összhangban, így meg hogy megcsináltam, amit kértek, az így nekem így, meg hogy a kondim is így végig jó volt, az adott olyan pozitív visszajelzés, hogy nem lesz itt gond ezzel az MMA-val. Uh-huh. Azt hány kilón hoztad azt a meccset? 86 kilót beszéltünk meg, és 84-9-el mértem be. Ha, és most Győrre? Mi a cél a súlycsoport? Most 84 a plafon, 83-9, 84, és nincs tolerancia. Akkor középsúly, ha ez ki durván így. Igen. Tehát 83-9 a middleweight, azt hiszem. Aha. Tehát, hogy akkor még annyi, igen. Toleranciára. Mert annyi volt még, hogy ha jól emlékszem, váltósúlyba nyerted az FFC címet, amiről beszéltünk, ugye az 77 kiló. Igen. Hát ezt akartam kérdezni, hogy megint meggyilkolod-e magad, vagy most akkor egyel feljebb, de akkor középsúly. Persze. Hát én ilyen 93 kiló környékén, hát igazából lehet több is. Szóval, hogy az étkezési szokásaim azok nem sokat változtak, szóval amit elém tesznek, azt így megeszem. Van, hogy így elszalad a súly, így 95-6 környékére is talán. Úgyhogy én abszolút, hogy mondjam, én ezt most így is nagyok az elvárások, és így is nagy a stressz, és tényleg a magammal szembe támasztott követelmények miatt így is sokat vesztett abból, ami nekem az elképzelésem volt, mert nekem az volt az elképzelésem most, hogy engem már csak az érdekel, hogy bemenjek, és jól érezzem magam, és ahhoz a 77 kilós fogyasztás, ez nem tartozik hozzá. Szóval az, hogy megöljön a fogyasztással, és az életkedvem elmenjen, az így nekem nem. És de tényleg fontos az, hogy én most itt nem
az életem árán, de hanem az, hogy én szeretem ezt csinálni, és jól akarom érezni, és nyilván nagyon motivált vagyok, nyerni akarok, csak ma akartam fordítani egy kicsit a fejembe ezt a dolgot, hogy, hogy könnyebb legyen. Tehát csak magam miatt, hogy könnyebb legyen bemenni és megcsinálni. 3 év kihagyása sok. Aztán ki tudja, hogyha úgy alakul, és szeretem úgy alakulni, hogy nyerek 1-2 mérkőzést, és esetleg bejönne egy jó szervezetnél egy olyan lehetőség, hogy akkor húzzál vissza 77-be, és akkor csináljuk, akkor azért átgondolnám. Szóval nem zárom ki a 77-et, abszolút, de nem kívánja egy kortikám sem. Na, az embered Roland Csambel, ugye Roland? Roland, igen, nem akarom rosszul mondani a vezeték nevét, úgyhogy legyen csak Roland. Csambel, azt tudom, mert van egy kis kalapény, a C betűn az onnantól kezdve csé. És őt ugye láthatta már a közönség a Cage Fighting szervezeteken korábban, az ő gáláikon, szóval még a Boráros Gabival is ment, szlovákiai magyarra. Igen, igen. Aha. És ott... Megment az ACB-be is, azt hiszem, meg ment túrázgatni Oroszországba, és megjárt egy két kemény sztorit. Boráros Gabival szerintem még váltósúlyba mehetett, nem? Vagy ő is jelenti is új csoportból jön, mint te egy jelentebbről? Na ezt nem tudom, mert igazából nem, azt nem figyeltem, hogy milyen súlyban vannak, mert a Boráros Gabi is van, hogy 84-ben megy, van, hogy 77-ben. Aha. De csak arra akartam, nem tudom, hogy mennyi infód van, hogy a Csambának a súlya hozzá képest, akkor mennyi lehet majd mondjuk visszatöltéssel, vagy nagyjából egálba lehettek majd. Szerintem egálba leszünk, mert 82 kilót kértem, azt nem vállalta, de igazából nem számít. Csak gondoltam, hogy akkor azért legyen ilyen köztes súly, hogy ha én már 77-re jövök, akkor legyen köztes. De ez a 2 kiló nem szoroz, ő mondta, hogy a 84-et szeretné. Biztos, hogy 90 kiló körül lesz a mérkőzésen. Én is a körül szeretnék lenni, a 80-nak a teteje, 88-89 lenne szerintem én nekem az ideális. Agresszív, támadó típus. Állósnak látom, de ha ő is nézte a meccsémet, azt se elképzelhetetlen, hogy le akar majd vinni, mert azért láttuk, én voltam párszor már a hátamon, nem készülök úgy specifikusan ellene. Megnéztem, hogy mik az erősségei, miket csinál, mik lehetnek jó taktikák ellene, de én tehát egy általánosságban készítem fel magam, hogy így minden esetőségről odafigyeljek. Tehát birkózom, állózom, hagyd ne menjek bele minden. Tehát, hogy így tök jó. Na, a menetrend pedig az lesz. Beszéltem a Veszeli Tomival, hogy akkor ugye 26-a október, maga a gála Győrben, az Audi Arénában. Azt megelőző napon, 25-én pedig a győri árkádban lesz a mérlegelés, legalábbis egyelőre ez az info. Tehát, hogyha valaki személyesen szeretne találkozni veled, vagy a többi indulóval, akire beszélgettünk, akkor azt már 25-én az árkádban a mérlegelésnél elvileg megteheti. Na, ezt én sem tudtam. Gyertek el oda is. Nem. Hát, hogyha változik bármi, akkor ezt úgy is kitoljuk majd infóként, egyelőre ez a helyzet. Vagy pontosan mikor az árkádban, ez valószínűleg délután, de majd időbe értesültek erről. És hát helyszín meg nyilván a mérkőzéseket meg kell lenne kiadni, mert akkor Lackó lesz a co-main event előtti, tehát az utolsó előtti mérkőzés. Roland Csambellel visszatérése most már 3 év után az MMA-ba. De véletőleg maradni is fog, nem csak itt, hanem hosszabb időre. Kiadtunk valamit, Laci? Nem, tudom. Hogy vagy, mesélj valamit. Várod te is egyébként, hagyj interjúvoljalak már meg egy-két percben, mert te mindenkit meginterjúvolsz, de rólad nem tudunk semmit, mármint hogy tudunk, de hogy így a véleményedet, hogy ott leszel, várod, kinek szurkolsz, mi a véleményed az egészről. Te győri vagy, tök jó. Így van. Ez volt az első olyan gondolat benne, amikor megláttam először a plakátot, hogy Győrben lesz, mondom, egyrészt bazek, hogy Győrben van egy ilyen rendezvény, ez önmagában már frankó, de az, hogy az Audi Arena, az azért már az egy komoly szintlépés. Tehát azt arénában eddig ilyen nagyon puccos rendezvényeket tudtak behozni. És az, hogy egy MMA gála oda megy, az, amiről beszélgettünk, hogy a tényleg a elfogadottságát is szerintem növelni fogja, hogy egy ilyen arénában rendeznek valamit, szóval miért nagyon-nagyon várom. És nagyon örömmel dolgozok együtt a Tomiékkal abban, hogy népszerűsítsük ezt a dolgot. Szóval egyrészt nyilván ott ezek megnézem a gálát is, mert szeretnék ott lenni a mérlegelésen is, akár még valami szerepet is ebből vállalni. És az, hogy kinek szurkolok, hát nyilván
magyaroknak szurkol az ember, főleg úgy, hogyha úgy hozzák össze a párosításuk, hogy külföldiek ellen fognak mérkőzni, akkor nem kérdés. Egymásról beszélgetünk, de akkor is azt mondanám, hogy neked a mérkőzésedet nagyon várom, pontosan amiatt, hogy visszatérsz, és kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire fogod élvezni ezt a meccset. Nem is a teljesítményedre vagyok kíváncsi, így furcsa módon, hanem arra, hogy fogod érezni magad a meccs után magad. Mert én szeretném, hogyha maradnál ezen az úton, mert ezzel neked dolgod van. Ezt szerintem te is tudod, meg mindenki tudta körülötted, csak valamiért ez most következik el is. Én azt szeretném, hogy egy jó élménnyel gazdagodj, mint független attól, mi lesz a meccsnek az eredménye. Köszönöm Józsi, én is így vagyok vele, pontosan élvezni akarom. Ja. Tudom is. Amúgy tényleg a Győri Audi Arénában van ilyen nagyon nagy kivetítő, tehát hogyha bárhol ül az ember, tök jól fogja látni az egészet, mert négy oldali jelzőkön lehet látni majd a dolgot. Ilyen erről tudsz infót. Aha. Hát én úgy emlékszem, mert egy-kétszer voltam kint a kézis csajok miatt, nem BL meccsen. Az úgy fentül, az, amit leeresztenek így, amit látsz így jól cigárákon, és az otthon, és igazából csak a technika kérdése, hogy mit tudnak ki oda majd, hogy Tomiék mit tudnak összehozni, de igen. Szóval minden adott arra, hogy egy olyan hangulatú aréna van ott, ami infrastruktúrjában kész arra, hogy egy profi anyagot lehessen ott összehozni. Star America lesz. Szóval várom nagyon lesz, hogy mit hoznak ki a Tomiék ebből. És igazából értük is, szorítok, mert azért ez a nagy rizikó nekik anyagilag is, hogy nyilván masszívan mínuszos lesz, senkinek ne legyen e felé illúziója, de az, hogy olyan, még hogyha a nézőszámban nem is jönnek el annyian, de elindítsanak egy olyan dolgot, hogy beszéljenek erről is, a további gálákra jöjjenek. De nagyon sok olyan ismerősöm van, aki tudja, hogy én MMA-val foglalkozom, vagy hogy UFC-t szeretem, soha nem nézi meg a YouTube anyagjaimat, semmit, de most, hogy mondtam, hogy lesz Győrbe MMA, akkor tudod, azt a kényelmi faktor az úgy megszűnik, hogy nem kell mennem Pestre, nem kell felkelnem hajnali 4-kor, hanem szombat este kimegyek, aztán megnézem, hogy mi ez. És tök sokan mondták ezt, hogy már csak azért is eljönnek, mert itt van. Na, ez tök jó, tök szuper. Szóval én nagyon bízom benne, hogy ez egy pozitív vége lesz ennek a történetnek. Jó lesz, biztosan ezzel. Ja. Jó van. Mi biztos, hogy találkozunk a helyszínen. Személyesen. Várom. A jegyeket pedig már lehet vásárolni a online is, itt lesz a link a beszélgetés alatt, megtaláljátok. Lackó, neked a Instagramon kövessenek téged, a Facebookon kövessenek, ott is kapnak információt mindenről, és akkor var magyarok, sok sikert nektek, vigyázzatok magatokra. Köszi, hello, sziasztok! Ciao.